Ellen H2K, as we just heard. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit ismét. Elérkezett a második BO3-as széria, ahol az H2K és a Unicorns of Love fog összecsapni. Ismét Edi ül mellettem szakkommentátori pozícióban, jó magam pedig Buci vagyok. Ugyan megint csak tét nélküli a mérkőzés, ugyanis az H2K biztosan csoport elsőként megy tovább az elődöntőbe, illetve a Unicorns of Love a negyed döntőbe kezdi majd meg a playoff pályafutását. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nem lesz troll mérkőzés, hanem itt igenis ki akarják próbálni magukat a csapatok, illetve egy úgymond ingyen scrim meccset játszhatnak most. Tehát egyrészt ennek megint csak úgymond nincsen tétje, maximum csak a statisztika, viszont kipróbálhatnak vagy olyan felállásokat, vagy olyan csapatkompozíciókat, amit eddig nem mertek, vagy tényleg megjátszhatják azt, hogy itt full tryhard van, mint amit például a Fnatic és G2-náját láttunk. Szervusz, Buci, üdvözlöm a kedves nézőket. Először is hadd jegyezzem meg, Csacsi milyen jól beszél már angolul. Mármint, hogy nagyon érthetően, nagyon tisztán, és utána beadták valamelyik H2K játékos, nem is tudom, talán felsős vinyésüket, az meg nagyon furcsa volt Csacsi után, de mindegy, tekintsünk is most elettől. Én sem feltétlenül gondolom, hogy elszórakoznák ezt a mérkőzést, ha más miatt nem is, akkor is legalább presztízs értéke van, hiszen mondjuk, hogyha úgy vagy második, hogy kétszer elagyabugyálod az elsőt, akkor azért az megint bizalomra adhat okot, illetve nyilván jobb mondjuk egy győzelemmel nekivágni a rájátszásnak, és hogyha már scrim meccsek, akkor meg abszolút erre szükségük lehet, hiszen például a tavalyi szezonban pont emlékezhetünk a Unicorns of Love-ot, volt olyan csapat, aki megviccelte ilyen szempontból, hogy azt mondták, hogy jó, akkor majd játszunk, aztán mégis lemondták, és nem volt lehetőségük gyakorolni. Így tehát megint csak érthető, hogy minden ilyen lehetőséget jó, hogyha kihasználnak. És nagyon nagy probléma egyébként Európában itt összességében, hogyha nézzük a scrim meccseknek a kialakítása, több olyan edző és menedzser is nyilatkozott már úgy, hogy nagyon nehéz csapatokkal összebeszélni egy-egy gyakorlást, miközben ez nagyon fontos lenne, de talán az is érthető, hogy persze, hogy nehéz, hát nem feltétlenül szeretnék elárulni a másiknak azokat a taktikákat, azokat a stratégiákat, amiket ki szeretnének dolgozni. Pont azért lenne talán jó, hogyha más bajnokságból, vagy más régióból tudnának ugye gyakorolni, de ott meg általában, mivel kerek, vagy legalábbis geoid formája a föld. Ugye az időeltolódás miatt például nagyon nehéz játszani, akár egy koreai csapattal, akár egy észak-amerikai csapattal, illetve ott van a másik nagy kérdés. Hát, hogy az ők koreai játékosokkal nem. Igen, hogy ők egyáltalán akarnak-e, van kedv, vagy igen, nincs kedv. Igen. Ez mindig egy rettentő nehéz szituáció. Pont ezért egyébként olyan átalakítások, hogy mondjuk esetleg több jó csapat lenne, mert megint arról van szó, hogy mondjuk egy Challenger Series-es csapattal megint nem biztos, hogy olyan jó a scrimelés. Nehéz, nagyon nehéz ez a szituáció, és ugye ezekről a meccsekről senkinek nincsen fogalma, csak annak a két csapatnak, akik lejátszották ezt. Ezt kifele nem publikálják, erről nem tudunk statisztikákat, nem tudjuk, hogy mit próbáltak ki, és pont ezért szokott egyébként néha úgymond meglepetésként egy-egy választás, vagy egy-egy kompozíció érkezni, amit egyébként azóta már valószínűleg begyakoroltak a csapatok. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen lehetőség most mindkét csapatnál, és pont ezért várom is azt, hogy kihasználják. Igen, egyébként én is ebben bízom. Vagy lehet úgy csinálni, mint Észak-Amerikában van a, nem is tudom, nem az Envy csapata, vagy az Echo Foxy. Mindegy, ők valamelyik csapat Észak-Amerikában mondta, hogy van 5 cseréjük, 5 kezdőjátékosuk, ők nem scrimelnek, nem gyakorolnak más csapatok ellen, egymás ellen játszanak folyamatosan, és úgy próbálnak fejlődni. Ez is lehet egy út, bár Európában talán nem biztos, de az H2K felállását nézhetjük meg. Odani felső ösvény, ilyenkor Jungle Febi van a középső ösvényen, Nuklir és Csej pedig az alsó ösvény párosa. És azért mondtam, hogy Febi van, ugyanis talán az egyik legerősebb középső ösvényes most jelen esetben Európában. Szerintem nagyon-nagyon jót tett neki most az H2K-be való játigazolása. Hihetetlenül jól játszik, és Oriannát, ezt már elmondtuk, egyszer a héten ki kell tiltani ellene, de a Unicorns of Love. Vizi Csacsi a felső ösvényen, Cersei Jungle-ben, Exile a középső ösvényen, Samux, illetve Healy-Sang pedig az alsó ösvény párosa. És igen, egyébként egyetértek ezzel is, hogy szerintem is Febiven a legerősebb középső ösvényes most Európában, de hogyha már Febiven, akkor nem is kell nagyon messzire menni, szerintem a második legjobb értaki pedig Caps, ugye a Fnatic-es középső ösvényes. Szerintem ők ketten így a meghatározó játékosai, vagy középső ösvényesei Európának.
Hát Amerikát meg tudjuk. Na de Amerikát hagyjuk még egy ideig. Amerikában pedig a dánok. Tehát, hogy Jensen és Jensen, tehát, hogy így van, itt viszont egy hollandról, illetve egy német úriemberről beszélünk, Febiben a Holland Exile, ugye a német úriember. Viszont az első választási és tiltási fázis elkezdődik, és egy kék oldalon Unicorns piros oldalon kezdi meg a BO5-ös szériát, 7.15-ös percben vagyunk, 0-0 az állás. LeBlanc, Rakan, alapvetően egyébként kifejezetten eddig személyekre történik a tiltás, a másik oldalról pedig mondhatnánk Elis kötelezőnek, de Jankos rettentő jó Elis játékos, ezért egyrészt kötelező, másrészt ember ellen is érkezik, illetve egy jó kis Alistar, amivel meggyűlt a bajuk a Vitality ellen. Vander Alistarja hihetetlenül jó volt a második meccsen. Alapvetően úgy gondolom egyébként, hogy Elist mindenképpen tiltani kell, viszont akit még tiltani kellett volna, az nem más, mint Zack, akivel óriási formában van Jankos, majd talán beszélsz erről. Hát a kiválasztják, akkor mindenképpen. De... És miért ne választanák ki? Tehát most viccen kívül egy ilyen szituációban Prolinak, illetve az éstükének el kell hozni a Zacket. Jankos eddig 5-5-ös Zackkel 62-es KDA-ja van, ami azt jelenti, hogy az 5 mérkőzésben csupán egyszer halt meg ezzel a hőssel. Hihetetlen kezdeményezések, illetve tankosság rejlik Zegben, másik oldalról pedig Csogát véleményem szerint vízicsacsi kezébe, inkább ott látnám szívesen, illetve neki jobban megy a Csogát játék, mint Xerxinek. Samux pedig karisztázni fog, Csacsi Csogátja egyébként 5-4-es, tehát 5 mérkőzésből 4-szer győzött vele. Úgyhogy ő az a Csogát, aki nem elég, hogy tankos, de még sebez is. Ezen is gondolkoztam, vagy hát az én fejemben az fogalmazódott meg, hogy ha már Samux elhozta Kalisztát, akkor Nuclear miért ne hozhatná el Tristanát? Nagyon úgy tűnik, hogy hát ez az ő kezei közé érkezik, bár azért még a trollkodásnak a lehetőségét ne vegyük el, de á nem, dehogy is. Ilyen kompozícióban már nem fognak trollkodni az úri emberek, viszont ha trollkodni nem is, hát egy kicsit fáskodni a felső ösvényen majd oda. Pofáskodni, úgy. Ez pedig egy Poppy dzsungel Xerxihez. Egyszer már megpróbálta a Vitality ellen nem túl sok sikerrel, viszont láttuk már sikeres Poppy dzsungelt is, nem más, mint az E-United hírhet játékosa, mert azért Dandy-nek a neve azért az régről már csenghet ismerősnek. Ő is hozott egy Poppy dzsungelt, ő viszont nyert ezzel a karakterrel. Hát ő eléggé hírhet a Samsung volt, Galaxy Wide-ból. Az volt a probléma, én úgy gondolom, a Poppy dzsungellel Xerxi kezében, hogy a karakter, mint maga működött, picit úgy nézett ki, mintha Xerxi nem feltétlen tudná, vagy biztosan tudja, tehát ezért mondom azt, hogy inkább csak ilyen feltételes módon beszél, mint hogyha mindig csak egy nagyon-nagyon minimális pixel, vagy egy 2 centi hiányzott volna ahhoz, hogy a hősiroham kábítson. Aha. Tehát lehet, hogy hiányzott mondjuk az a 200 mérkőzés hátrány, amivel mondjuk Vizicsacsi például rendelkezik. Igen, lehet, hogy ez is hát, megvan. Lehet, Orianna és Lucian tiltás abszolút jogos. Oriannával amúgy, amit mondtunk, nagyon-nagyon erős Febiben, 6 mérkőzésből 6-ot játszott, majdnem 12-es KDA-ja van. Lucianből 3 mérkőzésből 3-at nyert. Hát, Lucian-nál. Szóval ez egy teljesen jogos választás. Míg, ahogy a Talon tiltás egyébként Exile ellen is jó. Határozottan. És ugyebár LeBlancot is kitiltották már előle. Nem lesz könnyű helyzetben Exile akkor is, ha érvényesülni szeretne a középsősényen. Korki bent van, Vladimir elérhető. Ugye tudjuk azt, hogy azért Ryzal is nem egy alkalommal játszott. Illetve Gálióval is, amit én nem feltétlenül tartanék egy jó választásnak. Nem nyert még ezzel a felsősényen. De ki tudja, lehet, hogy akár ez támogató pozícióba is érkezhet. Bárhova is jön, az biztos, hogy érkezik. És az is biztos, hogy most meg fogjuk tudni Febivennek a választását is, illetve... Illetve, hogyha ez középre jön Gálió, akkor viszont annyi tankja van már a Unicorns of Love-nak, hogy nem gondolom, hogy Samuxra lehetne bízni. Bármennyire is sokat fejlődött a fiatal spanyol játékos, amióta itt van az LCS-ben, nem gondolom, hogy Samuxra lehetne bízni egy egész mérkőzést, hogy te sebezd le, babám. Tankos lesz az a Poppy, az a minimális erősítés, ami érkezett rá, az a 1% az nem jelentős. Xel Gáliója, hogyha ez marad, szintén tank lesz.
És Csacsi ugyan sebez majd Csogáttal. Lesz bekebelezés, lesznek vorpális tüskék, de ettől függetlenül valahol még hiányolom azt a sebzést a Unicorns of Love-tól, miközben Che Trundle-t bemutatta, hogy ő is játszott már ezzel a támogatóval, de inkább inkább egy Jana és Healy Song régi választásához nyúl Annie. Így viszont akkor biztosan válik, hogy Xai kezei közé érkezik az a Gália, aminek megmondom őszintén nem örülök, de Healy Songnak a zenéje még akár működhet is. Az mondjuk kétséges, hogy mekkora sebzés lesz majd abban a kicsi tüzes leánykában. Hát Febi Vennek a kasziójában mindenképpen lesz. És kérdés, akár... ilyetelen közel tud-e menni Annie most, bocsánat, de se Kalista, se Annie nem feltétlen a legnagyobb távolsággal rendelkező hős egy Tristanál, illetve Jannával szembe. De hatos szint után, ha meglépte mind a kettő hős a hatos szintet, akkor van lehetőség a túlvilági hívással bedobni Annie-t, aki utána saját maga alá mackózik. Igen, meg a meccs korai szakaszában egyébként simán nyerheti az alsó ösvényt a Unicorns of Love párosa. Hát nagyon szavaró lesz ez a Jana. Igen, csak Tristanának ugye kicsi a lőtávja, de ha valamikor nyerhetnek, akkor azt mondom a korai szakasz. Viszont a későbbi szakaszban pedig egyrészt Kalisztának megjöhet majd a sebzése, másrészt pedig a három felső ösvényes, vagy legalábbis a felső részén játszó játékos Csacsi, Xerxi, illetve Exile kellően nagy tankán nőhetik ki magát. És hogyha már tankokról beszélünk, az Istükés sem pazarolta el a választásait. Van egy Maokájuk, illetve egy Zekjük. Bőven elég, körülbelül ez a kettő tank. Igen. És ott egy Jana, aki azt mondja, hogy jöttök be, jönnétek. Azt mondom nektek, hogy támadás visszaverése. Indítványozott támadás visszaverése? Az. Megpróbáltam ezt egy kicsit újítani. Nem, hát tőletek tanultam. Így van, ez egy nagyon-nagyon régi saját fordítás. Még ha jól emlékszem, akkor Arvil is bele szólt ebbe az egészbe. De igen, tehát hogy maga ez a disengage, amit így fordítottunk, ugye, hogy az indítvány, ez a támadásnak a visszaverése, ennek hát a hercegnője, a királynője jóformán, Jana egy monszunnal, vagy esetleg egy jó tornádóval könnyedén megállíthatja a bejövő Poppit, bejövő Gáliót, viszont azért van ellen szolgáltatás és ellen válasz is, például Jankos berepüléseire. Ez a cica hang volt. Cica hang volt? Cica Maokájtól, igen. Tehát ott lesz nagyon ezért. Nagyon kis aranyos. Poppi pajzs, ott lesz egy Poppi aura, illetve természetesen egy őrzői ítélet, amivel meg lehet akadályozni, hogy az H2K-nek a frontline-ja. De ez annyival jobb, mint amikor oda megy egy Alistar és elkezdi verni a kis kolompját, vagy amikor jön egy Gragas és undorító módon elkezd befögni. Ez cuki legalább. Jó, hosszú távon idegesítő, de most meg cuki. Tegnap találtam egy olyan gifet, ami arról van szó, hogy egy nagyon pici cica, így megérinti az orrát valaki, és így eldől. Oh. Halálian cukor, rettentően cukor az a gif. Imádtam. Tegnap éjszaka találtam, amikor hazaértem, de hogy... Hát nem tudom, nekem van egy nagyon kedves ismerősem, aki ezeknek a gifeknek a non plus ultrája, nem tudom, mindenre van egy jó gife, sőt annyira olyan magas szintre fejlesztette ezt már, hogy ő már kreálja a gifeket. Wow. Igen, remek, és ezen felbuzdulva nem olyan régen én is csináltam egy pörgős Garent, de azért van még hova fejlődni. Megkapja a segítséget egyébként Jankos, úgy tudta elhozni a pirosat, hogy sújtást sem kellett használnia, és azért a Zac dzsungel az mindenképpen egy viszonylag gyorsnak számító dzsungel, tudja magát majd gyógyítgatni, arra pedig mindig figyelni kell, hogy a négy jelző elérhető a Healy Songgal, amint elérhető, akkor a kábítást tudja majd alkalmazni. Csejnek pedig a folyamatos pajzsolást kell tökélyre vinnie, illetve minél hamarabb majd el kell készíteni a hívők törvényét. Igen, illetve hát ugyebár a későbbiekben azért Healy Songnak az Annie az csalóka lesz, mert már a három jelző is gyakorlatilag azt jelenti a későbbiek folyamán majd, hogy képes lesz helyhez kötni másokat. Egyébként gyorsabb egyébként Jankos. Oké, és hogy Xerxi jön át, nem hozta el a farkasokat, hanem inkább talán egy rajtaütés szeretne. Kettős erősítés megvan, minden képessége megvan Poppinak ahhoz, hogy jó rajtaütés tudjon.
kivitelezni, ehhez egy jó villanás vagy egy fához vágás kéne. Hillisong nagyon kevés életerőn, és ugye erről beszéltünk, ott volt az a kis tornádó, hilla Hillisong, de az első gyilkosságot akkor is nuklír kapja, és őt viszont nem fogja elvinni az égetés. Samux nem tudja kitépni a dárdákat, pedig volt benne kettő is. Na hát ez a Janna, aki feldobja a tornádóval a beérkező embereket, akik torony alatt vannak. Rettentő sok toronysebzést kaptak, ilyenkor pedig a felső sorra jön. Csacsinak volt rálátása, viszont vissza tudja dobni őt. Odoánnek kell villannia, jó a visszarántás ilyenkosztól. Így viszont Csacsi villan a feldobás elől, de megint csak jó a misztikus földbecsapás. Csacsi pedig meghal. Kettő gyilkosság az H2K oldalán. Egy sikertelen rajtaütés, jó kivédekezése, illetve egy sikeres rajtaütés Jankosztól, miközben Febiben egyszer megállítja Exile hazamenetelét. Értem, hogy miért tapsolt el, miért ott akar hazamenni Exile, mikor van neki tornya, most ezzel, hogy megállította, ki kell maradnia, még azon a minimum azt az egy minion hullámért ki kell maradnia. És ha négy lépést tesz hátra, akkor már otthon van, és már jön neki megint, sőt már valószínűleg teleporttal ki is ért volna, így viszont megint csak magának nehezíti a helyzetét, de azért ne felejtsük el, hogy Gálióról van szó, aki bár eléggé tankos, sebzése is van, még ezen az alacsony szinten is, de ettől függetlenül a farm előny az már most ott van Febivennél, még például ugyebár Vizicsacsi elhalálozott a felső ösvényen, de hát lemaradással nem küszködik. Nincsen életelő itala Exile-nak, jön is a Choose Lee, föl is szépen, föl is lehet ütni, majd utána vissza lehet rántani, Exile-nak kell villannia, muszáj volt a villanás, ugyanis a gyilkosságot elhozta volna az H2K, kis minimális farmot be kéne hozni, vagy legalábbis a tapasztalati pontot, hát itt a tapasztalati pont volt inkább a... nem az egyetlen lehetőség. Körülbelül a szegénykémnek. Ismét sikeres rajtaütés Jankosztól. Nem hiszem, hogy ez a Caitlyn tiltás annyira fontos lett volna. Igen, Caitlyn nagyon-nagyon sokszor tiltják, viszont amikor elhozásra kerül, akkor sem mindig szerepel úgy az a hős. Így van. És mi is szerintem, ha beszélgettünk, akkor arról beszélgettünk, hogy nem olyan fontos ez a Caitlyn gyengítés, amit ugye kapott, de összességében lehet, hogy mégiscsak számított annyit, hogy már ne legyen egy prior tiltás. Ettől és függetlenül... És egy Hyper Carry-t kitiltotta a Caitlyn szemébe, elhozott egy másik Hyper Carry-t Tristan a szemébe. És átment Zack. És átment emellett Zack, pontosan. Itt pedig 9-7 statisztika, nem mástól, mint Samux-tól. Nem rossz egyébként, impozáns a fiatal játékostól. Xerxi pedig vol 2 az alsó ösvényre, és szépen jönnek vissza. Nem biztos, hogy látták, ugyanis a hármas nádasban volt az ő őrszemük, méghozzá az ellenőrző őrszemük, de attól függetlenül előre van tolva az ösvény, tehát muszáj a torony alatt játszani. Hatos szintű Csacsi, nagyon szép egyébként a kezdeményezés. Odoamne pedig ugyan kap még egy pajzsot, de Csacsinek elérhető az ő bekebelezése. Menni kéne, ham. Jó. A feldobás az kulcsfontosságú volt. Mármint a földre taposós feldobás. Mindenféleképpen. Közben ilyenkor azt mutatja meg, hogy az ekköz bizony képes sebezni még a Bami parazsával is, akkor is, hogyha azt mostanára már nem a hősök ellen találták ki. Hillisongra pedig megy a kezdeményezése nukliréknak. A takarítás minden esetre szép volt. Mindkét csapattól, fiatal, tehát egy őrszemet tudtak elhozni. Egy ezres aranyelőnye egyébként az H2K-nek van, az első sárkány pedig egy pokoli sárkány, tehát erre oda kell majd figyelni. Szép volt. Hát kihasználja Kalisztának azt a lehetőségét, amit egyébként jóformán ki is kell az ösvény fázisban, ezeket nagyon-nagyon fontosan, illetve nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy a nem is az csak, hogy a dárdát dob, igen. Igen, a dárd dobás, tehát ugye a miniont úgy öld meg, hogy a benne lévő dárdák átmenjenek a mágyadalra. Igen, és ezt mindenképpen ki is kell bizony használni. Szép a mérgezés Febiventől. Szinte előnye van egyébként Cassiopeiának. Hát azzal a kicsit eltolt hazatérésével Exile nagyon sokat veszített. Így van. Viszont hát reménykedjünk, hogy ezt majd le fogja tudni dolgozni. Vagy hát mi, dehogyis. A Unicorns of Love szimpatizásai reménykedjenek. Ősi kora katalizátorát vásárolta meg Exile, aki egyébként
hát kéket nem fog látni egy jó darabig, vagy nagyon maximum Febivenen. Akinek könycsöpje is van már, tehát a 30 millión előnnyel nyugodtan elmozdulhatott az ösvényről, és egy-két lopást meg is tehettek. És hogyha odaállnék, kiőrszemezik, és azt meg is tette a saját északi dzsungeljükbe, vagy csak tisztelt helyzet, nem. Mégis nem őrszemezett ki, de attól függetlenül kérdés az, hogy Xerxes tud-e kéket lopni, megy arra felé, és valószínűleg ez működni is fog, és akkor Exile talán oda tud menni, ott van bizony a kék, gyorsít magán egy picit Xerxes, de inkább csak rálátást biztosította ezzel. Hogyha már Cassiopeia, nem tudom, hogy mennyit urfozol mostanság. Kettőt játszott, nem egyet játszott. Mindegy, igazából a kérdésem az arra tevődött volna, hogy tudod-e, hogy az Urfon, a Cassiopeiának a méregfogán mekkora a cooldown? Szerintem nincs kb. Akarsz tippelni? 0,001 szek, de közben kezdődik a csata. Exile az, aki nagyon szépen jön vissza, felbőszítés is talál Febivenre, lehetne őt egy picit megállítani. Xerxes nagyon jól játszott, de a pattanyunkkal két embert is felfognak. Az őrző ítélet mind a két éstükést fel üti, de ettől függetlenül megint csak Exile-nak kell elvillannia. Most érkezik meg a Unicorns of Lab felmentő serege Macival az élen. Forma. Exile villanás, Jankos villanásért, Chai villanás, Illisang villanásért. Igen. Viszont Febiven megint az, aki sokkal-sokkal jobban áll az ősvényen, és megint csak növelheti az előnyét. Ősikor a katalizátora pedig már nála van, de csak hogy befejezzem, 0,15 század másodperc. Ami, lássuk be, egy rendes mérkőzés folyamán sem túl nagy neki, de Urfan aztán, ha megkapjátok, ne rolloljátok el. Igen, azért a Cassiopeia az... Az már így is, még annó, amikor a mágus átalakítások voltak, már akkor kivoltak, hogy milyen kevés a töltési idő a méregfogon. Csarcsi közben kiszed egy őrszemet, ez mindenképpen fontos, ugyanis a Unicorns of Love nagyon sokszor veszít el azért mérkőzést, illetve néha egy-egy csapatharcot, illetve játék korai szakaszát, mert nincs meg a rálátás. Most meg lehet a rálátás. Hillsong sem váltott még őrszemet, mondjuk nincs is látóköve, igen, de után. Ugyanúgy látóköve Chai-nek sincsen, tehát ezzel nincsen. Alapvetően baj, nuklírt lehetne elkapni, de nem lehet falhoz vágni. Viszont feldobni Xerxes-t bizony lehet. Egy kevés kis életerőt azért elveszít, Jankos megérkezik időközben az alsó ösvényre. Pedig van poppi villanás, és azért tudjuk, hogy a flash e-kombó azért az nagyon hasznos tud lenni, hogy oda villansz, tehát ilyen flank villanás. Igen. Oldalra villansz is bedobod az embereket, miközben Xerxes jön a kezdeményezés, ilyenkor nagyon sok életerőt veszít, két embert lehet behozni, de nagyon-nagyon kevés életereje van Zeknek, de folyamatosan tölti, miközben Xerxes éli túl, Febivenre pedig nem elég a kitépés, de végül is elhozza Hillsong. Egyrészt pörgött az égetés, másrészt azért be tudtam még egy alaptámadással is fejezni. Hát Xerxes most azért elmoroghat egy gyors imát. Igen. Nuklírnak a végső képessége majdnem elvitte. Megköszönheti az Istuké csapatának, hogy nincs náluk égetés. Jankosnak a kezdeményezését láthatjuk. Rálátásuk ugyan volt Xerxesre és Xerxesre, de szerintem úgy gondolták, hogy na majd a pattanyunkkal szépen be tudják őket vinni a buliba. Xerxes éppen hogy csak, de életben marad. Csacsi pedig időközben egyébként kinyomta az ő teleportját, amivel érkezhetett volna. Nem érkezett, de most a középső ősvényen megint csak ott van Exile. Első torony próbálkozásra ez jó lehet, a felbőszítés elől nuklír villant el. Teleport. Méghozzá odaamnétől nincs végső képesség, ez nagyon fontos. Jankos nagyon szépen ugrik be, Illisangot lehetne lekötni, de itt van az őrzői ítélet, és ezzel megőrzi a Unicorns of Lava kettő halálát, illetve a kettő gyilkosságát. Csacsi időközben pedig a tornyot szeretné büntetni. Még akár ez meg egy lehet. Ilyen nagyon kevés életterűs torony is lehet. Febiven ugyan jön. De mondjuk ő 1v1-ben megölni, nem vagyok benne biztos, hogy meg fogja tudni Csacsit. Attól függ, hogy a végső képességével mit fog nem lesz tudni meg az a torony tenni. Illetve, hogy mennyi toronysebzést kap meg Csacsi, nem olyan túl sokat, szép a feldobás egyébként Febivenre, aki folyamatosan tudja őt
bántani, de itt van Odoamne is, így viszont Csacsinak kell villannia, és van még toboz, szép a toboz használat, Csacsi elhozott egy tornyot, és még túl is élte, ennyi, kell az a kísértet, Kámzsa, milyen jó volt, hogy volt. Igen. Így sem Odoamne, se Fevűen nem nagyon tudott túl sokat sebezni vele, mindkettő ezért van sebzésen operál, és kell bizony a Unicorns of Love-nak. Ha már ilyen jól állnak, akkor az a sárkány, ez mindenki számára jó. Illetve valami még jó, az az adaptív sisak. Igen. Bizony. Én is éppen ezt akartam volna kihangsúlyozni, hogy Vízi Csacsi készül Fevivennek a sebzésére, de hozzáteszem egyébként ezt a tárgyat nagy valószínűséggel majd Exile is meg fogja vásárolni, neki is szüksége lesz rá. És hogyha már konstatálta azt, hogy az ösvényen nem igazán életképes a Cassiopeia ellen, akkor az alsó ösvényre elvándorol bátran. És összességében ez eddig bejött a Unicorns of Love csapatának, akkor fog majd igazán bejönni, hogyha ebből tornyot is fognak tudni hozni. Viszont megint csak annak köszönhetően, hogy Febiben elment a felső, és amire egy ingyen pokoli sárkányt szerezhetett a Unicorns of Love csapata Xerxes révén. Ilyenkor hogy Xerxes találkozhatnának, de Ilyenkor inkább azt mondja, hogy vissza csúzlizok. Tényleg ilyenkor mi van, amikor Ilyenkor ugrik? Xerxes az őrzői ítélettel ki tudja belőle dobni? Vagy kettőt is könnyebbet kérdezni? Kettőt is könnyebbet, illetve én még mindig a Poppy Nautilus párosítást akarom még egyszer majd profi színába látni. Egyszer láttam, azt hiszem Koreában volt. Hihetetlen jó volt Poppy végső képesség, és Nautilus visszahúzta magát. Tökéletes volt. Szép. És ezt profi meccsen, megőrültem, és azt hiszem a Baronna sornál történt ez, vagy a Baronna sor környékén. Érkezik Jankosz, nagyon szép. A visszaérkező Exile, aki ugyan nem nagyon tud elmenekülni, de túléli. Nem is nagyon rajta. Akart. Nem nagyon akart. Nem is nagyon tudott volna ugye a pára felülnek köszönhetően. Kéket pedig még... Gis... Csak... Hoppácska. Lát! Mégiscsak lát Exile. Tehát azért ezt meg kellett várni, hogy meddig tart. Odoamne Csacsi acsarkodása, ha lehet ezt így mondani. Véleményem szerint Csacsinak most nagyobb esélye van megölni Odoamnét 1v1-ből. Igen, mint fordítva. Hát az egészen egy értelmű, egyközben majd egyébként a második sárkányunk egy hét sárkány lesz. Ne felejtsük el, az elsővel a Unicorns of Love csapata rendelkezik. Exile pedig az előző kezdeményezés után megtartotta a villanását, ez még egy szorult helyzetből ki is húzhatja, a kék erősítésével pedig bátrabban mehet előre, ugyebár ez csökkentették rajta már egy jó ideje a töltési időt, nem 20%, csak 10%, de akkor is csökkent, illetve hát nyilván a manáját nagy mértékben visszaadja. És ez nagyon jó, mert így folyamatosan tud képességet használni Exile, illetve innentől kezdve Galio folyamatosan tud farmolgatni, és a lemaradást le lehet küzdeni. Amit egyébként a Unicorns of Love meg is próbál, Exile nem villan a kábítás érdekében, pedig itt volt Hillsong, 4 darab jelzője volt Annie-vel, és van már égetés is. Ja, emlékszem még arra a jó meccsre, amikor Hillsong egyszer a semmiből megjelent a felső ösvényen, az Annie-vel is annyira megjelent, nem is tudom már ki el lejátszott az UL, de annyira megjelent a toppos, hogy így mit keresít az Annie. Akkor egy gyilkosságot hoztak, hogy az mint a ház konkrétan. Hát és olyan nagy lesz egyébként majd Csacsi is, amint szépen lassan gyűjtögeti majd a jelzőket. Már 6 jelző van erre. Igen, azt néztem, hogy 6 jelzője van, az már mindenképpen egy jó. Hát mennyi ez így? 5-600 életerő? Ez tökéletes. Jankosz viszont nem látja a Unicorns of Love. Megint nagyon kevés az őrszám a Unicorns of Love részéről. Egy darab őrszám van. Maci megy nuklírre, akire megy még a kábítás is, illetve az égetés, de végül ezt nem lehet megtenni. A Macit lehet kihozni, Jankosz le is sújtja, így legalább a pénz az megvan, de gyilkosságot a Unicorns of Love nem tudott elhozni. Xerxes érkezhet, nuklír, illetve Jankosz. Monsoon, hogy felgyógyítsa társait. Csély, és a villanás és a kábítás megint csak jó Csélyre, de jön Xerxes, szép a feldobás Jankoszra, de Odoamne, illetve Csacsi is teleportált egy időben, kit lehetne visszahozni, kettős kábítás Febiventől, így ő elhozhat gyilkosságot, Hillsongot még esetleg Jankosz
el tudná szedni, de végül a robbanó töltet, ami megöli. Odaállna, itt van maximális életerőn, illetve Jankos is ugrik. Igzelt szeretné visszaremteni, meg is van febiben, fogja valószínűleg ezt elhozni. Nem elég a háború szele. Csacsi az egyetlen túlélője annak a csapatharcnak, amit a Unicorns of Love kezdeményezett, is nem is olyan rosszul. De Csacsi túlélője Borbáli tuskéket folyamatosan lövi, de a visszarántás megint csak jó. Febiben pedig megállítja Csacsit. Három ember az ötért cserébe. Igen, a Unicorn, és közben szünetünk van? Szünetünk van, Jankosnak van valami fajta problémája, de azért annyit még el szeretnénk mondani, hogy az Ugolit szerintem nagyon-nagyon túlvállalta magát, túlságosan bátor volt, hogyha megelégednek azzal a toronnyal, akkor sokkal jobban járnak. Oké, egy gyilkosságot talán nem hoznak el, de hát így porul jártak, és láthattuk, hogy az H2K csapata bizony elindult azért az alsó ösönyes toronyért. Lehet, hogy valamit kirántott egyébként Jankosz. Jankosz, ez előfordulhat. Elég heves játékos. Igen. Nem csak a játékban, az életben is. No, de megint ugye arról beszéltünk, hogy nem lát semmit a Unicorns of Love, nem. És úgy tehát úgy szeretne a Unicorns of Love egy full emberes, egy öt emberes érkezést az alsó ösvényre, hogy alapvetően rálátásuk nincsen. Tehát az érkező Febiven kővéd dermesztése, az konkrétan megfordította az egész csapatharcot. Tehát, hogy ha látják, ha tudják, hogy honnan jön... Mit fogok így elmondani a visszajátszásban? Ja, hogy ezt akartad? Ezt. Tehát az gyönyörű volt. Tehát ahogy Febiven érkezett, csak nem tudtam már olyan gyorsan elmondani, mert én azért mégiscsak, ha arról van szó, akkor elemző kommentátorként lettem felméve, nem akcióként, de hát azért mindenki megpróbálja a legjobbat, vagy a legtöbbet, amit telik tőle. De... Igen. De így nem lehet. Nézd meg, az H2K megtehetne egy alsó ösvényes rajtaütést, de egy olyan visszajátszás. Jöjjön az a visszajátszás. Hillisang villan előre, kávítja is az embereket, és odáig jó az akció, hogy Exile megérkezik, na meg, hogy Vizi Csacsi, még oda amit kibírnák, de az érkező Febivennel nem tudnak számolni, és Exile, Vizi Csacsi egy másik dimenzióban játszik mindeközben, Cersei-t be lehetett dózerolni. Nézd meg, a két tank megy, és kit védenek, senkit nem védenek, ők embert akartak ölni. Rendben van, Csacsi kapott egy kétszeres gyilkosságot, ez szép és jó. Viszont hát igazából nincs még meg az a sebzés, és mi a probléma az, hogy Cersei-ben a tankosság egyelőre még annyira nem megfigyelhető, ez a csapatharc pedig nagyon sok mindent elárul, hogy egyrészt az a csogát, aki arra hivatott, hogy nagyon tankos legyen és sebezzen, kevesebbet sebzett, mint összességében Odamninak a maokája, de Febiven a Cassiopeiával végig azt csinált, amit akart. Ő nem volt veszélyeztetett helyzetben. Torony a toronyért csere időközben, és a középső ösvényre fordul az H2K, ahol szeretnék ezt a toronyot is elhozni, viszont nincsen minionjuk, ez nagyon fontos. Febiven nagyon agresszívan megy előre, Hillisangnak pedig van kábítás, a nukleert lehetne elkapni, van Maci is, ugrik Jankos, és érkezik egyébként. Exile is, de egy nukleernak volt villanása, el tud menekülni, Jankos lehet bajban, sőt, végül is a sárkány még segít is neki, a cicák pedig jönnek, Xerxit elkapják, Odoannét lehet hazaküldeni, de Nuklir közben vadállat módjára megérkezett, jó a feldobás Xyra, a gyilkosságot még el tudja hozni, Nuklir el, kettős gyilkosság közben, Tristanál végül befejezi őt, nem más, mint Xerxi, akinek pont lejár az ő kis aurája, ezzel pedig egy a négyért lesz a csere. Jankosznak kiment egyáltalán a passzívja? Nem, szerintem nem. Oké. Okay. Akkor nincs kötött. Hát ha kiment volna a passzívja, akkor legalább meg kellett volna védeni a két teleportból legalább az egyikkel. Jó. Oké. Okay. Hegysárkány ennek örömére, tehát az H2K megint csak nagyon szépet fordított ezen az egész küzdelmen. Ugyanis Jankosz érkezik... Ja. Igen. Eleve szerintem Samuxnak a végső képessége nem biztos, hogy a legjobb időben jött ki, és Exile ugyan feltart három embert, de aztán amikor megjön megint csak Jankos, és Nuclear ugorhat, de akkor rá semmi fajta fókusz nincs, ami pedig nagyon fontos volt, az, hogy Adamni sokkal-sokkal hamarabb érkezett meg az egész küzdelebe, mint Vizi Csacsi, és egy pillanat alatt emberelőnyös szituációt alakított ki az H2K, és ezt kegyetlenül kihasználták. És mondom, tök jó, hogy Cersei elvitt egy gyilkosságot,
de nem nagyon számít ez. Bár persze kivigye a sebzést. Samuksnak kellene, csak ő meg teljesen kiszolgáltatva van folyamatosan. És butaságot mondtam, mármint, hogy kiment egyrészt Jankosznak a passzívja. Kiment? Igen, kiment, és Odoannének nem volt teleportja, tehát ő nem tudta volna megmenteni, mármint legalábbis, hogyha esetleg bajban lett volna Jankosz, és Csacsi meg Igzár meg a Mályi csapatban van, tehát ők nem is tudtak rá teleportálni. Ja, vagy, igen, nem, az... ezt nagyon-nagyon benéztem, csak utána néztem, hogy miről beszélt, buci, hagyjuk már. Na mindegy, lényeg annyi, hogy ezt kinéztem. Igen, de hogy lényeg a annyi, teleport most... meg volt, csak nem akartam. Ja jó, nyugodtan ilyenkor, már én is fáradok a harmadik meccsre, azért nem minden dologra tud odafigyelni már az ember. Azt viszont biztos, hogy 2 darab adaptív sisak már elérhető, és korokpálcájás Igzál, bocsánat, de kell. Tehát kell egyszerűen a sebzés valahova a Unicorns of Love-hoz. És én nagyon örültem, amikor GBM... Óhó, 2 emberes kábítás, majd ezt követően 2-ös felütés, nagyon szép, Nuklírnak kell meghalnia, viszont mindenkit hoz magával Jankosz. Rettentő kevés életerőn vannak a Unicorns of Love játékosai. Odoamnél megérkezik 2-ös gyilkosság időközben felülelen, Odoamnének semmi életerőn nem múlt el. Csacsi igaz dicsőséggel befele rongyol, de nem tudja megölni, nem tudja leharapni sem a fejét Febilennek, aki... gyönyörű szép pajzsokat kapott, és már Seráfia van 2-ös gyilkosság időközben Odoannénál. Egyedül Xörkszi talpon, aki még talán próbálhat egy baronnasort lopni. Abban jó a srác, de nincs villanása, nincs végső képessége. Be fog futni? Mit fog csinálni, kedves Xörkszi? Ha bemegy, meghal. Hát körülbelül. De lehet, hogyha nem megy be, akkor is. Villanása nincs. Nincsen taboz, Odoamne kimegy rá, végül pedig bejön még, nem rossz, kevés életerőm van, 1300-1200, nem, meghal hamarabb, mielőtt még sújtás közelbe érhetne. Na nézzük, hogy kezdődött. Hiliszágnak megint csak jó volt a kezdeményezése, a visszakezdeményezés elől elhozta Samux a végső képességével, és itt látható, hogy nincs már Tristana, de annyira ez nem is fontos, mert aki van Febiven, az bizony képes sebezni, és ő sebez is végig mindenkit. Ne felejtsük el, Maokai is nagyon fontos tényezője ennek a csapatharcnak. Odoamne ott tudott tartani, mindig ott tudta tartani mindig azt, akit kell. Igzai pedig egyedül már sebezni nem fog. A mérkőzés elért abba a szakaszába, amikor az, hogy Samux az egyetlen ténylegesen sebző karaktere a Unicorns of Love csapatának, nem elég. A ténylegesen mit csináló? Ténylegesen sebző lenne. A ténylegesen mit csináló? Ez egy olyan csapatharc volt, hogy 2 lévész semmit nem sebzett, mert kikapták a leges legelején a csapatharcnak. És ami nagyon szomorú volt az, hogy most Xörkszi ultia... Ja, senkit nem találta. Úgy persze. Kiment, hogy szevasz. Tehát ez egy luxus poppiná. És tök jó lenne, hogyha Odoamnét, vagy valakit hátra lehetne vinni. Jankosz, nézd meg, be fog megint ugrani, és mehet is. Nagyon szép egyébként most Poppitól a képesség használat, de megvan már az első torony, ezt követően 2-ös lekötés Maokai ultinak. Toronyért jött az éstüké, ezt meg is szerezte. Húha, menni kéne, Hillsong hova? Samux be se tudta hívni a túlvilági hívásra. Olyan gyorsan megölték. Igen. Ez a baj az Annie-vel. Hát vagy lehet egyébként, hogy még olyan távolságban sem volt. Lehet, hogy távolban, de... Ebből viszont Inhibitorig fog menni az H2K csapata. És mehet ezt... is, nézd igen. Meg! Odoamne megy előre, kiszedi Samuxot, illetve Xörkszit, aki el... Tehát Samux, aki el, le tudná szedni a minionokat, Xörkszit, aki el tudná ütni a minionokat végső képességgel, de egyszerűen... Ezt a meccset az UL feladta. Egyébként. Mit csinál eközben, Csacsi? Alsó ösvényen farmol. Legalább tolja az alsó ösvényt, 3 adaptív sisak, és jóformán semmit nem ér a Febiven Kassziopeiával szemben, mert nem csak ő sebez, hanem igenis Nuklír is, aki 5-3-5-ös, 2-10 farmmal rendelkezik, 3 kész tárgya van, ezzel szemben Samuxnak van 2 darab tárgya, majdnem 1100-as arany lemaradásban van, pedig Samux szépen farmol, ezt egyébként egész évben hozta magával. De nehéz, nagyon és nehéz. Bocsánat, miről beszéltünk a mérkőzés elején? Jankosszal kapcsolatban. Elist tiltani kellett, Zeket tiltani kellett volna. Minden csapat harc majdnem, hogy úgy kezdődik, hogy vagy Hillsong kezdeményez, és akkor általában rosszul jön belőle ki az UL, vagy Jankos kezdeményez, és rosszul jön ki belőle az UL. 3-0-9-es
megint. Hopp, visszarántja Csacsit, majd utána rá is ugrik. Nem tud teljesen bemenni, meg Szörkszinek fenn volt az állatos jelenlét, de ennyi volt az állatos jelenlét, köszönöm szépen. Feldobás senkit nem talál el, miközben most a miazma sem, már mint a nyúlós kis a ragacs. Ez volt talán az egyik szerencséjük. Folyamatos, a Baron Power Play olyan 5000-es lesz minimum, hanem 6. Csacsi haza, amely kicsit feltölti az életét. 10 másodpercig még elérhető a Baron erősítés, Hillisang pedig flankelni próbál, de végül megvan az utolsó ágyús minion is. Ezt a tornyot csak akkor tudják elhozni, hogyha legalább egy embert megölnek az UL-tól, mert már nincsen baronnasor erősítés, visszább is vonul az éjstükély. Lehet hazamenni, lehet vásárolni. Szerintem ez egy 5000 pluszos Baron Powerplay alaphangon. Hát valószínűleg nem lesz kevés. Igaz, dicsőséget egyébként Hillisang is megvásárolta időközben, csak úgy, mint Vizi Csacsi, akinél már a vízköpő is elérhető. Megint mit lát a Zuhal? Három őrszöme van az ellenfél dzsungelébe. Igen, igen. Az ellenfél dzsungelébe, ahol így ott a gyerekek nem lesz mozgás. Hát ott nem. És azokat az őrszemeket egyébként szerintem Csacsi helyezte ki, amikor ugye az alsó ösvényen bóklászott még. Utolsó toronyért mehetnek. Szörkszín megint elhasználja az itt... az auráját. És ez a Netz, hogyha elhasználja az auráját, akkor azt követően viszont Nuklir már tud beugrani. Hát meg Jankosz is. Jankoszra kihasználja, miközben kiviszik Szörkszit, rettentő sok sebzést kap, azt ennyi, köszönjük szépen, be lehet hívni még Hillisangot, akinek a macia még ugyan benn van, de ő meg fog halni. Jó még a pajzs, de körülbelül ennyi ideig képes ezt megtenni. Jézusom, milyen sebzést kap Samux, Febiven pedig két ember által is sebezve a vízköpő sziklavértje Csacsit életben hagyja, de időközben Exile meghal, ez viszont így egy kristálytiszta ásznak kéne, hogy legyen. Pontosan hármas gyilkosság azon a nuklíren, akire semmiféle reakció nem volt a Unicorns of Love-nak, mert kitől féltek? Az adaptív sisakokkal Febiven Cassiopeiától. Így viszont nuklír Tristerája, hát élt, mint Marci hevesen. Heves egyébként jó hely, Marcinak is jó. Elég jól élnek ott. Az Istüké pedig elég jól, és egész magabiztosan hozzá lesz az első mérkőzést. Jenko szigorú, viszont egy szigorúan jó karaktert kapott meg. Ilyen tiltások voltak, Alice, Caitlyn és Alistair, igen, ugye? Igen, a Caitlyn nem kellett volna. Vagy az Alistair. Az Alistair vagy tiltás az Alistair. Szerintem egyébként azért érkezhetett, egyetlen egy mérkőzés sem van Csajnak Alistairra, de maga az Alistair játékra nem tudott szerintem reagálni a Unicorns of Love a Vitality ellen tegnap előtt. És ezért tiltották inkább. Tehát, hogyha nem vagyunk ellene biztosak, akkor inkább dobjuk ki tiltólistára. Nem hinném, hogy Alistair top 3-as választás lenne, tehát az első három választásban el kéne hozni. Annyira nem erős az a hős. Viszont Zack igen. És ugyebár mi is beszélgettünk erről itt a stúdión belül, hogy mire készült a Unicorns of Love, ki ellen készült, ki ellen nem, mi miatt lehetett az, hogy úgy hikaptak a Vitality-től. Abszolút. És ugye akkor mi, hát szerintem valahol azért megegyeztünk abban, hogy persze biztos az éjstük elleni meccset komolyabban vették, és hogy akkor majd a Vitality ellen úgy is nyernek valahogy, de ez a tiltás és választás, ez nem erről árulkodik. Nuklir, aki alapvetően nem egy nagy Caitlyn játékos. Három meccset hozott Caitlynnel, kettőször győzött. Nuklírnak ott vannak azok a választásai, amit nagyon-nagyon szeretett, a kezdeményező hősök, Ash, Varus, Caitlyn, ott van a Kalisztája, és viccen kívül megkapja azt a Tristanát, akit a héten eddig, mármint az csütörtökig kétszer hozott el és kétszer nyert, azóta pedig az éjstükén még ugye játszott egy mérkőzés, és mind a kettőn Tristanázott Nuklír. Tehát, hogy akkor már ne Caitlyn, hanem akkor Tristanát tiltsam ki, és kényszerítsem rá egy S vagy egy Varus választásra. Például. Mert akkor sem vagyok biztos, hogy az éjstükén elhozta volna Caitlyn. Ami ellen viszont egyébként, bocsánat, például az Eni támogató még akár működhetne is. Ja. Ja. Mert oké, hogy mondjuk megkapja a helyhez kötést egy Tristana, de hogyha ő azt utána túléli, akkor elugrik belőle. És hányszor ugrott el, hogy utána se fog tudni. A haja. Igen.
lángolt a haja, ráégetett enni, nyomta rá az összes spelljét, de végül is kiugrott Tristaná. Igen, viszont mindentől függetlenül egyébként úgy gondolom, hogy a Unicorns of Love csapatát nézd meg, ez az első, legrosszabb ami... nézd meg, alkalomkor. Nézd meg. Robban, rárobban Hillisungra a buli, és Chain nagyon szépen használja azt a kis igen. dolgát. Addig Nuclear lőhet. Tehát, hogy ameddig Chain-jel van elfoglalva Xerxi Samux, addig Nuclear gond nélkül le tudta szedni Hillisungot. Ez pedig egy kicsit szerencsétlen, itt Csacsinál, hát 2v1-es szituációban volt, Odoamné még hátrányban is volt, mármint szint hátrányban, villanásra is lehetett kényszerítő Odoamnét. Ezt követően egyébként egy-egybe utána megölte Csacsi Odoamnét. Igen, meg a gyilkosság vagy a halálának árnyékában sem maradt le farmban egyáltalán. Nem ez volt az a gyilkosság, ami igazán fájt, és igazándiból szerintem nem is a gyilkosságok fájtak. Én nem szeretem szídni Exile-t, nem is akarom szídni, nem is őt szeretném szídni. Szimplán a Galio választás mint olyat. Meg neki nem biztos, hogy a legjobb választás a Galio. Bocsánat, 5-0-es statisztikával lehet, hogy valami probléma ez is van benne a Galio játékban. De az egészben a legfontosabb az volt, hogy farmolni sem tudott a középső ösvényen, ezért kellett folyamatosan rómolnia, ami alapvetően nem baj, egyébként itt éppen egy középső ösvényes akciót láthatunk, meg egy alsó ösvényest, amikor hát szépen bedózerolták volna az U-olt. Na, és ez lett volna. Nem és használja jól a végső képességét. Igen, de... ez az egy jó végső képessége volt. Ezt akartam mondani. Igen. Hogy... ez a Poppy pedig... ez lett volna a lényege ennek a Poppynak. Igen. Hogy Jankost és Odoamnét a két frontline tankot hazaküldje a végső képességével. Hát vagy legalább Jankost. Vagy legalább Jankost. Vagy igazából legalább Odoamnét. Mert Jankost beugrik, akkor is van még CC-je, de Odoamné meg folyamatosan tud. Misztikus földbe csapás, legyökerezés, ha vannak cica ultik, akkor mehet az előre. Nem biztos, hogy Xerxinek ezt a Poppy dzsungelt erőltetnie kéne. Szerintem biztos, hogy nem. Még mindig elérhető egy csomó olyan dzsungeles, akivel én nagyon szeret játszani. Gragas, Warwick, Sejuani, jó, Alice ki volt tiltva, de bocsánat, de Hecarim. Bocsánat, egy olyan kompozícióban, ahol a felső ösvényes, a középső ösvényes tank, miért nem engedheti meg magának a Yuol azt, hogy elhozzon például egy Nidalit, amiből legalább a sebzés ott van? Vagy akkor inkább azt mondom tényleg, hogy Rumble in the Jungle. Hát jogos, mondjuk Nidalee erre szerintem erre a kompra sem lett volna jó, tehát nem nagyon tudott volna mit csinálni, mert beugrik és rögtön, vagy persze. Kap egy Cassiopeia kővédermesztést, vagy kap egy felbőszítést, vagy kap, tehát nagyon sok minden olyan lehetőség lett volna, hogy megállítják a Nidalit.